Sziasztok! A folyadékokkal kapcsolatos témakör lezárásaként a mai adásban a vérkészítményekről lesz szó. A téma nem csupán orvostörténeti vonatkozásból, hanem kulturális vallási gyökereit tekintve is hihetetlenül izgalmas, ám ezek helyett egy rövid és kihagyhatatlan élettani bevezetőt fogtok hallani, remélhetőleg érdekesnek fogjátok találni. Szóval az alapelv, hogy a vörösvértestek szállítják az oxigént a szöveteknek. Ha beteg enyhén anémiás, ilyenkor az oxigén extrakció emelkedik meg. Súlyosabb esetben a vérszegénység már szöveti hipoxiához is vezethet. Egy másik fontos kérdés, hogy a szervezet a valamilyen okból megnövekedett oxigénigényt hogyan tudja kielégíteni. Ezt írja le az oxigén kínálat egyenlete, amit intenzíves körökben az élet egyenleteként is emlegetnek. Azaz, ha a perctérfogatot megszorozzuk a véroxigén tartalmával, akkor megkapjuk a szövetek számára rendelkezésre álló oxigén mennyiségét. Ha az oxigén tartalmat tovább részletezzük és nem térünk ki a különböző állandókra, akkor azt látjuk, hogy a hemoglobin szint és az oxigén szaturáció a fő tényezők, és a vérben oldott oxigén a szöveti oxigenizáció szempontjából elhanyagolható. Azért is népszerű erre az egyenletre hivatkozni, mert a kritikus betegségről, nevezetesen a sokról, és annak kezeléséről ad elméleti információt. Tehát a sok kezelésére a következő elméleti lehetőségek merülnek fel. A perctérfogat, a hemoglobin szint és az oxigén szaturáció emelése olyan szintre, amikor a szöveteket már megfelelő mennyiségű oxigénnel látjuk el. Az elmélet és a klinikai tapasztalat azonban pont a transzfúziók esetében nem ennyire egyértelmű, itt két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt, mivel az esetek döntő többségében idegen donortól származnak a vérkészítmények, különböző veszélyekkel kell számolnunk. A fertőzések kockázatán túl gyulladásos és immunológiai válaszra is számíthatunk, amik később megnövekedett morbiditás képében jelentkezhetnek. Ezen kívül, ha bizonyos betegeknek túl nagy mennyiségű transzfúziót adunk, a keringést könnyen dekompenzálhatjuk, valamint a mikrocirkuláció szintjén reperfúziós károsodást is okozhatunk. A másik fontos tapasztalat, hogy a klinikai vizsgálatok nem tudták megállapítani, hogy a hemoglobin bizonyos szint fölé emelése minden körülmények között egyenesen arányosan javítana a sok vagy a betegség kimenetelén. Ugyanis a hemoglobin szint normalizálása nem járt előnnyel. Vannak még speciális állapotok, ahol jóval limitáltabb a tudásunk, és ennyire sem ismerjük az ideális hemoglobin szintet. Ilyenek például a veleszületett szívbetegségek, hemato-onkológiai állapotok, az akut központi idegrendszeri károsodás, vagy a krónikus anémia kapcsán fellépő akut betegség, és még sorolhatnám tovább. Összességében nem vagyunk egyszerű helyzetben, amikor egy konkrét beteg kapcsán próbáljuk eldönteni, szükség van-e vörösvérsejt transzfúzióra. A saját gyakorlatom gerincét a 2018-ban megjelent TAXI csoport általi ajánlások adják. Ha tehetitek, ezt a közleményt feltétlenül olvassátok el, de minimum fussátok át. Tudom, hogy az ajánlások jó része mögött nem annyira brutális az evidencia, viszont nagyon szépen rendet tesz a szokás alapú gyakorlatok között. Nézzük is meg, hogy egy konkrét helyzetben hogy segíthetnek az új ajánlások. Először zárójelben jegyezzük meg, hogy vérzéses sokban masszív transzfúzió protokollt alkalmazunk, erről most külön nem lesz szó. Egyébként én általában végig gondolom, hogy az adott beteg esetében van-e valami különleges állapot, ami miatt magasabb célértékre kell törekednem. Mint mondtuk korábban, ilyen esetben maximum tippelünk, hogy mi az ideális hemoglobin szint, de a cikkben erre is találtok irányelveket. A második kérdés, hogy hol van a beteg a kezdeti soktalanítástól a hazabocsátásig tartó görbén. Tehát azon a görbén, ahol az egyik oldalon még kritikus az állapota, a másikon már csökkentjük az alkalmazott terápiák mértékét. Persze teljesen jogosan gondoljuk, hogy van középen egy jókora szürke zóna is, de itt sem vagyunk teljesen elveszve. A harmadik kérdés, hogy rendelkezésre áll-e, hogy mennyi a kevert vénás oxigén szaturáció. Ebből megtudhatjuk, mennyi az oxigén extrakció, azaz az artériás és a kevert vénás szaturáció különbsége. Normálisan ez az érték 25% körül van. Ha az oxigén felhasználás ennél több, és a hemoglobin szint alacsony, a beteg aktuális állapotában valószínűleg profitálhat a transzfúzióból. Ezek után vegyünk néhány példát a saját gyakorlatomból, ami segíthet eligazodni az említett algoritmusban. A kritikus állapotú betegek esetén 70 g per liter alatt szerintem abszolút indokolt a transzfúzió. A nem kritikus, mondhatni gyógyulófélben lévő, vagy idézőjelben krónikus intenzív terápiát igénylő gyerekek esetében viszont 50 g per liter felett feleslegesnek tűnik trafózni. A szürke zóna jelenthet bizonytalanságot azzal kapcsolatban, hogy mennyire beteg a gyerek, vagy 50 és 70 között van a hemoglobin. Ebben az esetben azt javaslom, hogy használjátok a kevert vénás szaturációt. De ha erre nincs lehetőség és komolyan felmerült a transzfúzió igénye, akkor talán érdemesebb beadni, mert erre a helyzetre nincsenek elérhető korszerű ajánlások. A cikk egyébként a klinikus belátására bízza a döntést. A végére még szeretnék néhány rövid új ismeretet megosztani más vérkészítményekről.
A frissen fagyasztott plazma készítményekben az alvadási faktorok koncentrációja iszonyatosan változó és nem standardizált, ne lepődjetek meg, ha az első adag nem elég, vagy nagy mennyiséget kell adni, ami a folyadék terhelés szempontjából fontos lehet. Ha érkanülálás csak a koagulopátia ténye miatt halasztotok és nincs vérzés, ne várjatok FFP-re, inkább használjatok ultrahangot és a legbiztosabb operátort, vagy rekombináns faktorkészítményeket, ha belefér a büdzsébe. A trombocita transzfúziókkal kapcsolatban az derült ki, hogy lehet, hogy egyáltalán nem szükséges csoportazonos trombocitát használni, mert attól nem emelkedik jobban a vérlemezkeszám, és nem lesz több a szövődmény sem. Kíváncsian várom, elterjed-e ez a gyakorlat, mert gyakran találkozunk azzal, hogy nem áll rendelkezésre csoportazonos vérlemezke a vérellátókban. És végül ne felejtsétek el a fibrinogén szintet sem ellenőrizni, mert kritikus állapotban mindenféle szinttel találkozhattok. Az sem meglepő, ha kifejezetten magas, mert a fibrinogén akut fázisfehérje, de az akut betegséggel járó máj diszfunkció nagyon alacsony szinteket is eredményezhet, és 1 g per liter szint alatt indokolt a fibrinogént pótolni. Fontos tudni, hogy az FFP fibrinogén tartalma elhanyagolható. Remélem, a mai adás segített jobban eligazodni a transzfúziók továbbra is misztikus kérdésében. A jövőben biztos jobban tisztázódik, hogy mi is a legjobb gyakorlat. 2 útra való gondolatot azonban szeretnék kiemelni a végére. Kerüljük a felesleges vérvételeket, mert azzal csak a transzfúziók potenciális veszélyeinek tesszük ki a betegeinket. A második, hogy még a kritikus állapotú betegeknél sem kell normális hemoglobin szintekre törekedni, és ha transzfundálunk, akkor is elég 90-100 g per liter környékét megcéloznunk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, vegyetek részt továbbra is aktívan a csoport mindennapjaiban a Facebookon. Sziasztok!